Sziasztok! Kivételesen egy vlog helyett most úgy gondoltam, hogy legyen egy ilyen kis beszélgetős videó, és a továbbiakban is számíthatok majd olyan videókba, vagy videókra, amik nem vlogok, hanem inkább egy kicsit azt szeretném bemutatni, hogy kerekesszékkel, illetve mozgáskorlátozottként hogyan élem az életemet, miket szoktak mondjuk feltenni nekem kérdésként, hogyan sportolok például, hogyan vezetek, hasonlók, úgyhogy nem csak vlogok lesznek, hanem mindenképpen szeretném egy picit jobban megmutatni nektek, hogy milyen is az élet kerekesszékben, illetve milyenek az én mindennapjaim nagyjából. Úgyhogy most olyan kérdésekkel, vagy öt olyan kérdést állítottam nektek össze, amit sűrűn megkérdeznek tőlem azért, mert kerekesszékben vagyok. És mielőtt nekikezdenénk ennek a videónak, azért azt szeretném elmondani, hogy ezek a kérdések senkire nem szeretném, tehát nem szeretném, hogy bárkire is negatív hatással legyenek, vagy az nem egy ilyen... Ezek olyan kérdések, amiket sűrűn megkérdeztek már tőlem. Szerintem ebben nincs semmi, hiszen arról szól az élet, hogy minél jobban megismerjük egymást, úgyhogy ez senkire nem akar bántó hatással lenni. És hogyha neked is van mondjuk bármilyen kérdésed, ami ebben a videóban nem hangzott el, akkor nyugodtan a komment szekcióban bármikor megírhatod, igyekszem majd rá válaszolni. Na és akkor az első kérdés, amit általában felszoktak tenni, hogyha mozgáskorlátozottként születtem, akkor ez azt jelenti, hogy kerekesszékkel jöttem a világra? Ez egy elég érdekes kérdés szokott lenni, mert hogy szerintem ezt az emberek többsége néha így a Family Guy-ból veszi, hiszen abban volt egy olyan rész, amikor Bonnie-nak megszületik az első gyereke, és kijön egy kerekesszék, majd kijön a kisbaba. Ez a valóságban nem így történik, tehát nincs kis kerekesszék, aztán kis-kisbaba. Vagy hát kisbaba az van, de kis kerekesszék az nincsen. És nálam ez például úgy történt, hogy születésem óta vagyok mozgássérült, viszont orvosi műhiba miatt kerültem kerekesszékbe, vagy lettem kerekesszékes, úgyhogy nem volt kis kerekesszékem. Az első kerekesszékemet amúgy 7 évesként kaptam meg, úgyhogy addig például egy ilyen speciális babakocsiban toltak, illetve a földön csúsztam-másztam például, mint egy ilyen kis fóka. A második sűrűn feltett kérdés az szokott lenni, hogy a kerekesszékben alszom vajon, vagy a kerekesszékestül alszom-e az ágyban? És a válasz pedig az, hogy egyik sem, hanem ugyanúgy alszom, mint bármelyik normális ember. Én például ülve nagyon nehezen tudok aludni, csak akkor, ha nagyon fáradt vagyok, úgyhogy biztos, hogy soha nem tudnék elaludni a kerekesszékben. Még annyit, hogy érdekes módon soha nem aludtam el kerekesszékben, vagy soha nem nagyon, vagy hát azt nem mondanám, hogy soha, de hogy általában nem tudok ülve aludni, úgyhogy én a legjobban akkor alszom, hogyha fekvő helyzetben vagyok. Úgyhogy például a repülőgépen, vagy autóban is sokszor azért kb. Csak akkor alszom el ülve, hogyha nagyon fáradt vagyok. A harmadik sűrűn feltett kérdés az, hogy ha nem mozog a lábam, akkor tudok-e vajon úszni, vagy szimplán elsüllyedek. Az igazat megvalva nagyon nehéz úgy úszni, hogy nem mozognak a lábaid, de alapvetően én, vagy az, aki kerekesszékben van, az karból oldja meg ezeket, és nagyon sok paralimpikon bajnok úszónk van, úgyhogy én azt gondolom, hogy ugyanúgy attól, hogy valakinek nem mozog a lába, még ugyanúgy tud úszni, és én például pár évvel ezelőtt volt szerencsém, vagy nekem például pár évvel ezelőtt volt szerencsém búvárkodni is Horvátországban, úgyhogy azt mondanám, hogy az, hogy nem mozognak a lábaim, nem igazán gátolnak meg olyan sportokban, vagy olyan tevékenységekben, mint mondjuk az úszás vagy a búvárkodás sem. Aztán a negyedik sűrűn feltett kérdés az szokott lenni, hogy mivel nagyon szélesek a vállaim és elég sportos alkat vagyok, biztosan kosarazom. Ugye az emberek nagy többsége a kerekesszékes kosarat ismeri a tévéből, vagy hallott valakitől, vagy látott mondjuk videót róla, de ennél sokkal több olyan kerekesszékes sport van még, amit lehet űzni. Én például handbike-kal futóversenyekre járok, erről majd láttok egy videót, hogy milyen nekem beülni a handbike-ba, hogyan edzek egy versenyre, és szeretnék nektek majd a későbbiek során minél több kerekesszékes sportot is bemutatni. És akkor ötödik kérdésként egy olyan kérdést hagytam, ami szerintem az egyik legérdekesebb, és én például nagyon szeretem ezt a kérdést, vagy nagyon érdekes kérdésnek tartom, az, hogyha alszom, vagy álmodom, akkor kerekesszékesként álmodom el saját magamat, vagy pedig tudok-e járni. És erre általában azt szoktam mondani, hogy érdekes módon, vagy amikor álmodom, akkor én valahogy nem látom magamat kívülről. Egyszer vagy kétszer volt már olyan alkalom, hogy kerekesszékesként álmodtam magam, de általában valahogy csak a maga a mozgás van meg, az, hogy hogyan jutok el mondjuk így álmomban A pontból B pontba, vagy hogyan mozgok, ezt nagyon nem. De én nem emlékszem arra, hogy lett volna bármikor is olyan alkalom, hogy mondjuk kívülről láttam magamat, és tudtam járni. Szerintem ez abból is fakad, hogy soha nem tudtam járni, és nekem így például nincs meg az a hiány, vagy nincs meg az az emlék, hogy én jártam valaha, és úgy jutottam el, hanem nekem mindig az volt, hogy kerekesszékkel jutottam el A pontból B pontba.
Nos, ennyi volt igazából ez az öt kérdés, vagy ez az öt olyan sűrűn feltett kérdés, ami így az életem során már nagyon sokszor elhangzott. Én remélem, hogy számotokra is érdekesek voltak, és talán egy picit közelebb kerültetek ti is a témához. Ha van olyan kérdés, ami így a videó alatt megfogalmazódott bennetek, akkor nyugodtan a komment szekcióban azt írjátok meg, és igyekszem majd rájuk válaszolni. És így a videó végén nem maradt más, mint hogy ha tetszett, akkor dob rá egy lájkot, illetve ne felejts el feliratkozni a csatornámra, hiszen hasonló tartalmak jönnek még. Ezután a videó után szeretnék egy olyat nektek csinálni, ahol megmutatom, hogy hogyan ülök be a handbike-ba, hogyan készülök egy maratonra, illetve egy félmaratonra, vagy általában egy futóversenyre, illetve most hétvégén a Berlin Maratonon fogok majd 42 kilométert futni handbike-kal, arról is készül majd nektek egy vlog, és szeretném azt is, hogyha kicsit beletekintenétek abba, hogy a Suhany alapítvánnyal hogyan jutunk majd ki erre a versenyre, milyen majd Berlinben, és aztán, hogy milyen a verseny, arról is majd beszélgetünk egy kicsit, úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videót, és további szép napot nektek. Sziasztok!